tojokat, pomponyokra. De csináljon egy ilyen jegyzőkönyvet, jó? Nehogy azt higgyék, hogy, elfekedéztük. Megint? Ide figyelj! Gizi hol van? Megint késik? Majd legyen megértő, hát mégiscsak meghalt a férje. 5 éve halt meg! Jó, hát nehezededik ki. Különben is tegnap kutatásom volt, biztos elfáradt. Isten maga, elveszett a lojalitás útvesztőjében. Elfáradt ide, feketézésben, fáradt el. Manapság csak a kávéval lehet legálisan feketézni. 1956. március idusán a napfény presszóban nagy az élet, fogy a sütemény, az accos kávé és a vizezett szesz, közben egyre másra jönnek a vendégek, és mit ad Isten, pontosabban a párt, 3 Kossuth díjas is betér aznap, és jönnek is a bonyodalmak. Kuncsa, Irma! Vendég, nem kuncsa! Kezéj csukom, elfesnő! Szabadság, elfesnő! Szabadság! Ez a szép hosszú lábú Kossuth díjas az országház előtt. Nézd meg, olyan hosszú lábai vannak, mint annak, az az olasz autónak. Hogy le? Az. Látod, én is járok kultúrára, nem csak te. Nem ő az. Te kiben úgy néz ki. Szabadság! Elvitt erre? Szabadság! Itt fogyasztás lesz, és kérek szépen egy csokot, nem. Egy citromkockát, és lesz majd egy dupla szintvízzel. Egy citromkocka, egy dupla és egy szóda. Szintvíz! Tártásd meg! Biztos valamelyik funkcionárius titkárnője. Szintvíz! Az ilyenek a szóda már nem is jó. Az arcosból főző, remélem. Megőrültél? Feljelentene bennünket. Kell hozzá néhány stampó is, és aztán elkezdenek vándorolni a Kossuth díjak, hol eltűnnek, hol pedig feltűnnek. Ne felejtsük, hogy az 50-es években járunk, úgyhogy mindenkinek lehet félnivalója, és bármelyik kabát alatt lapulhat egy ávós egyenruha. Ennek kiderítésére pedig a legjobb, hogyha feltekerjük a fűtést. Ha úgy néz ki, mint egy ávós, akkor könnyen lehet, hogy nem is azt, csak mi gondoljuk. Ha pedig nem úgy néz ki, akkor nem gondoljuk, és könnyen lehet, hogy mégis az. Mi van? Nézzetek, annak a mérnöknek ott sok inkább olyan fazonja van. Ő is. Mert én épp ezt mondom, hogy ő csak úgy néz ki, de nem az. Ez az nem tudhatjuk, lehet, hogy ő meg a csillagot figyeli. Ő is. Mi bajunk azt az, hogy ilyen nagyja, hova állnak ki az ajtó? Ne csináljunk ma mindjárt birkából tartmas, nyugodjon a kérdéseket. Nálam minden rendben van a pártvizsgálat szerint. Ugye, itt nincs veszekedés, nincs zajlódás. Itt nincs feketizés, itt nem higítjuk ugye az italokat, és nem zatkóba főzünk a kárt. Igaz? A szentség! Én csak annyit mondok, Aranka. Ki az az Aranka? Megkérdezünk. Bocsánat. Tessék rá, jelentkezni. Nem lövünk le minden poént, el kell menni és meg kell nézni a darabot. Az Ercsi előadást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A helyi publikum a cím szerint népi demokratikus szatírát parádés szereposztásban láthatta Petridis Krisztosszal, Straub Dezsővel, Fehér Adriennel, Kökényesi Ágival, Kautsky Armanddal, Bardóczi Attillával, Madár Veronikával, Krajnik Balogh Gáborral és Paul Lillával.